Még mindig maradunk hősöknél, Bilincs király kínai vízi kínzókamrát készített, és a buta amerikaiak azt hiszik, hogy ott született. Ah, Budapesten. A New York Times a modern idők legnagyobb showmenjei között tartja számon. Amerika első szuperhősét, aki magyar származású volt. Harry Houdini, Robert Houdin bűvész tiszteletére vette fel a mára világhírűvé vált nevet. 2 éves korában került Amerikába Weiss Erikként, édesapja rabbi volt, aki otthon németül vagy magyarul beszélt. Már 8 éves korában dolgozott, 9 évesen pedig egy vándorcirkusz tagjaként, a kártya királyaként emlegették. A kártya után a bilincsek királya lett, és megszökött Amerika majd minden híresen őrzött börtönéből. Különösen szerette a vízzel kapcsolatos mutatványokat. Kitartó gyakorlás után lélegzetét 4 percig is vissza tudta tartani. 1918-ban New Yorkban eltüntetett egy elefántot. Addig ez volt a legnagyobb dolog, amit valaha láthatatlanná tettek. 5 némafilmben szerepelt, hangos filmes karrierjében valószínűleg hirtelen jött halála akadályozta meg. Trükkjeinek nagy részét ő találta ki, a legnehezebbek leírását pedig csak a legközelebbi munkatársai ismerték, vagy ők sem. De nem csak a mutatványok, hanem halálának a körülményei is homályban maradtak. Több mint 80 évvel a mágus halála után ugyanis újra orvos szakértők vizsgálják az ügyet, hogy tisztázzák a körülményeket. Az biztos, hogy a saját maga által készített bronzkoporsóban, hát remélem van még maga a teste, és az biztos, hogy Jó László tekinthető a legnagyobb houdini rajongónak, egyébként bűvésznek és írónak is, legalábbis itt kis hazánkon belül. Mi történt akkor Montrealban, 1926-ban? Hát tulajdonképpen houdini halála az 2 dolog miatt következett be, legalábbis ezt hitték eddig. 2 héttel a halála előtt 3 egyetemista látogatta meg Houdinit, mert Montrealban tartott egy előadást is, és hát köztudott volt az a hír, hogy Houdini képes bármilyen erősségi ütést elviselni saját magán, és ezt a 3 egyetemista ugye próbára akarta tenni. Egy bizonyos Gordon Whitehead nevű úriember, fiatalember megkérdezte Houdinit, hogy szabad-e gyomron vágni őt, és hát mielőtt Houdini felkészülhetett volna, mert éppen leveleket olvasott fekve az ágyába, felült, és nem készült fel ugye az ütésre még, és hát Gordon elkezdte püfölni a hasát. Akkor maradjunk a klasszikus vakbél szakadásnál. Igen. Ugye ezt mondták? Igen. Bár ez a Halloween-kor meghalt, már ez magában hordozott valamit. Igen. Mit mondanak az örökösök most? Hát az örökösök most még egyelőre maradt ez a vakbélszakadásos, mert ugye orvosi papírok meg a műtét papírok ezek fennmaradtak, de az a gyanú merült fel, hogy gyilkosság történt, nem is akár miért, ugyanis Houdini az utolsó éveiben a spiritisztákat nagyon támadta, leleplezte őket, nevet is váltott emiatt, tehát Houdini volt a nagy leleplező, tehát a bilincs királyról átváltott nagy leleplezőre, és hát gyűlölték, és szó szerint kívánták, hogy a szellemek őt küldjék át a más világra. Akkor majd megnézzük, hogy az arzén vagy esetleges más utáni kutatás milyen eredményt hoz. Múlt időben beszélünk róla mindig, de a trükkjeiről is múlt időben kell beszélni? Van, amit mai napig nem tudunk? Van persze, sok mindenféle a szabadulások. Persze vannak feltételezések, hogy hogyan csinálhat őket, de hát ez ugye sose fog kiderülni, mert egy trükk megoldása többféle is lehet akár. És, de vannak viszont olyan trükkjei is, amit mind a mai napig bemutatnak. Tehát... És az csak is hozzáköthető. Igen. Igen. Jó, hogyan kell rá tekinteni a bűvészeten belül, ami aztán rengeteg ágat foglal magában? Bizony. Melyiknek a császára királya? Ő a szabaduló művészet. Szabaduló művészet. Ő is találta ki ezt a műfajt, vagy azért volt már előtte? Nem, voltak már más, tehát konkurencia az akadt bőven, de ő volt az szerintem, aki a világon azt a hírnevet elérte ebben a műfajban, hogy tényleg ő az egyetlen igazi nagy szabaduló művész. És ezek szerint ma úgy mondanánk, hogy szkeptikus volt, legalábbis, hogy a tudománnyal próbált megvitatkozni. Mennyire mondta, hogy ő magyar? Most ezt mi tudjuk, és dicsekszünk vele. Igen, tudjuk. Ő próbálta hát letagadni, mondjuk így szép szóval, tehát állítólag azért, mert a bevándorlói korszakára nem akart emlékezni, mikor ő a szüleivel ugye 2 éves korában átköltözött Amerikába, és hát tagadta is a későbbi útlevél kérelmekbe is a
amerikai születési idejét, amit ő maga talált ki, és a várost. Tehát eredetileg ugye 74. március 24-én született Budapesten, ő 74. április 6-át mondott Appletonban. És azért kötik az amerikai azért kötik. A Karóhoz, illetve Houdinit hozzá. Van-e ma követője? Sok, nagyon sok követője van, rengeteg. Igen. Tipikusan vannak szabaduló számokat, csak szabaduló számokat előadó művészek, hát főleg Amerikában. Mert én hallottam olyat, hogy itthon megkérdeztem valakit, hogy ki az a Harry Houdini, és nem tudta senki azt se kötni a nevet. Jó, akkor ezt most csak így négy szem között, ez pénzigényes műfaj, vagy ötlet kell hozzá? Mind a kettő, mert ugye a kellékek, az eszközök, amiből szabadulni kell, hát az nem egy olcsó mulatság elkészíteni, tehát akár százezer, akár milliós tételekről is beszélhetünk forintban, viszont nagyon sok ész és fájdalomtűrés kell hozzá. Jó, azt hittem ezt ki lehet kerülni, de akkor nem lehet. Nagyon szépen köszönjük Jó Lászlónak, és ajánlom a houdini@at.hu oldalt, ahol nagyon sokat meg lehet tudni a régi művész úrról és a mai művész úrról. Mi pedig szabadulunk tovább egy olyan helyről, ahonnan egyáltalán nem lehet.